Az emberek sokszor azért vannak elakadva a saját életükben, mert kifordítottan gondolnak, fordítva gondolnak egy adott dologra. Mondok példákat. Tehát sokan azt gondolják, hogy majd akkor van értelme belekezdeni egy adott munkába, egy adott szakterületen, ha azt a szakterületet már tökéletesen elsajátították, tökéletesen megy nekik, oda-vissza megtanulták az összes könyvet, ami a témában íródott, vagy akkor lesznek majd boldogok, hogyha már nyertek a lottón, megkapták az örökségüket, emelték a fizetésüket, és így tovább. Tehát észre kell vennünk, hogy ez fordítva van. Tehát egy adott szakterületen akkor leszünk igazán jó szakemberek, ha belevágunk és csináljuk. Minél több gyakorlati tapasztalatra teszünk szert, minél több eseten végigrágjuk magunkat, minél több hibát elkövetünk, és végül ezekből tanulva, óriási tapasztalatot felhalmozva egy nagyon komoly szakemberré válhatunk. Tehát fordítottan van, mint ahogy elsőre gondoljuk, nem akkor leszünk jó szakemberek, ha jól megtanultuk, hanem akkor leszünk jó szakemberek, ha már sokat csináltuk, sokszor elhibáztuk, és nagyon sok esetet végigcsináltunk, addigra ez a sok gyakorlat összeérik egy olyan tudással bennünk, hogy ténylegesen fogjuk adott szakterületet szuperul művelni, és közel a 100%-hoz jól művelni. Tehát vegyük észre, hogy ez fordítva van, mint ahogy elsőre gondoljuk, és vizsgáljuk meg, hogy mi hogy állunk hozzá, akár pénz, akár boldogság, akár szakmaiság, vagy szakmai hozzáértés területén.